Az elmúlt hetekben több megkeresést kaptunk, kereskedők, befektetők az iránt érdeklődtek, hogy véleményünk szerint megtörte a hosszú távú emelkedő trend a nemzetközi tőzsdéken, és kialakult-e már a medvepiac, és valószínűsítünk-e komolyabb árfolyamzuhanást a következő hónapokban. Erre a kérdésre keresünk most választ, megvizsgáljuk az S&P 500, a Dow Index és a német tőzsdeindex grafikonját. Nagyon-nagyon távolról fogjuk megközelíteni a piacokat, a havi grafikont fogjuk segítségül hívni. Ahogy a kisiskolások megtanulják a szorzótáblát, úgy tapasztalják meg a kereskedők, befektetők, hogy jelentős irányváltás előtt a piac jelez, nem mással, mint egy trendvonaltöréssel. Jelen pillanatban az S&P 500 hosszú távú trendje, ami 2008-tól fut napjainkig, teljesen sértetlen, abszolút egyben van. Azaz az S&P 500 emelkedő trendje töretlen. Ha megnézzük az elmúlt időszakban, mikor találtunk trendvonaltörést, egyértelmű mintát fogunk látni. A trendvonaltörés jellemzője, hogy a piac nagy erővel átüti a trendvonalát, visszateszteli, majd szépen alázzár, és indul a zuhanás. Ugyanezt látjuk a 2000-es évekig tartó trendvonalnál, átütötte, visszatesztelte, majd alábukott. Igaz, elmondható, hogy napjainkban az S&P 500 gyorsuló trendvonala elesett. Ez az állítás igaz. Számunkra ez azt mondja, hogy a piac elveszítette azt a lendületét, amit a megelőző 3-4 évben mutatott, és nem kizárt, hogy oldalazás enyhe emelkedéssel egybekötött sávozó piac alakulhat ki. De semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy a hosszú távú trend megtört, annyit mondhatunk az S&P 500-ról, hogy elveszítette azt az írtózatos erejű emelkedését, amit az elmúlt években mutatott. Az S&P 500 havi grafikonja után most a másik vezető amerikai tőzsdeindexet nézzük meg, a Dow-t. Ugyanazt a technikai képet látjuk a Dow-n, mint az S&P 500-on. A múltban egyértelmű minta jellemezte a piac irányváltozást. Trendvonal, alábukik, visszatesztel, alázár. Alábukik, megpróbál visszatesztelni, alázár. Jelen pillanatban mindössze annyit mondhatunk el, hogy az árfolyamozgás a Dow Index hosszú távú grafikonját megsértette, de semmiképpen nem törte át. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem törte át a trendvonalát, hanem egy hatalmas, kanócos gyertyával zárta a havi grafikont. A kanóc, ez a vékony csík, amit sokan árnyéknek vagy tüskének is hívnak, ez nem más, mint egy komoly visszautasítás. A Dow megpróbált mélyen lefelé menni, majd a vevők megjelentek és visszanyomták. Szóval hasonló konklúziónk van a Dow Indexen is, mint az S&P 500-on. Nem kizárt, hogy egy lassú, enyhén emelkedő piac alakul ki, elveszíteni látszik a lendületét, de trendvonaltörésről, irányváltozásról, hosszú távú irányváltozásról semmiképpen nem beszélhetünk. Ezt a technikaelemzés nem igazolja, a piac nem törte át a trendvonalát, mindössze mélye megsértette, de ebből nagyon-nagyon könnyedén fölállhat, és még egy rallit, egy emelkedést bármikor könnyedén kialakíthat. A vezető amerikai indexek után Európába kalandozunk, megnézzük a német tőzsdeindexet, a DAX-ot. Hasonló technikai mintát keresünk a német tőzsdeindex hosszú távú árfolyamozgásán, mint amit tettünk a Dow-n és az S&P 500-on. Trendvonalkötést keresünk. A múltban egyértelműen jól látható, hogy mikor alakult ki piaci irányváltozás, jelentős változás, trendvonaltörés után jött. Itt és itt. Jelen pillanatban a német tőzsdeindex hihetetlen erővel visszapattant a 9500-as szintről, ahol az utolsó hosszú távú trendvonala fut. Elmondható, hogy a hosszú távú trendvonal épségben van, az emelkedő trenddel semmi baj nincsen, nincs semmi jel, ami jelentős irányváltozásra utalna. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy erről a szintről gyorsan és könnyedén emelkedni fog a piac. Hasonlóan a S&P 500-hoz azt tapasztalhatjuk, hogy bizony-bizony az európai papírok
is kicsit elveszítették az erejüket. Az a gyors és könnyű emelkedés, ami jellemezte az elmúlt 3-4 évet, az bizony-bizony Európában is alább hagyhat. Nyilván nem tudjuk megmondani, mit hoz a jövő, de technikelemzés itt is azt valószínűsíti, hogy enyhén emelkedő, sávozó, lassú, darálós piac alakulhat ki a következő hetekben, hónapokban, pontosan addig, amíg a korrekciós trendvonalat átviszi a piac, és egy további jelentős emelkedés jön, vagy végül meggondolja magát a német tőzsdeindex, letöri a trendvonalát, és akkor egy hosszabb lejtmenet is kialakulhat. Nyilván nem tudjuk megmondani, melyik forgatókönyv alakul ki a következő hetekben, hónapokban. Azonban a nemzetközi tőzsdeindexek hosszú távú trendje továbbra is emelkedő, töretlenül emelkedő, így a valószínűsége, hogy a piac a közelidőben előbb-utóbb megpróbál újra elemelkedni, annak nagyobb valószínűséget látunk, mint teljes összeomlásnak. Köszönöm szépen már a figyelmeteket, sok sikert kívánunk nektek a piacon, találkozunk valamelyik webináriumunkon, vagy videónkban, vagy itt a Portfolio Trader Akadémián, a Polgár utca 8-10 alatt. Sok sikert nektek, sziasztok!